sok szeretettel köszöntök minden nézőt, mindenkit ilyen a Fúga alak sorából, ahol kialakítottunk egy fotóműhelyt. Két részből áll a műhely, lesz egy fotólabor rész, és lesz majd egy műtermi rész. A felvétel oka az, hogy a vezetőség arra kért engem, hogy egy korabeli, az 1850-es években kikísérletezett fotográfiai eljárást mutassak be, amely az első komoly forradalma volt a fényképészetnek. Mint tudjuk, Fox Talbot és Daguerre nevéhez fűződhet a fényképezés feltalálása. Ez a két technika körülbelül 15-20 évig egyeduralkodóként szolgáltatott. Valamikor az 1850-es években egy Archer nevezetű angol kísérletező megoldja azt a problémát, hogy egy ideális hordozón üveglemeze is lehessen fényképet készíteni. Ennek a bemutatása történik most. Ez az úgynevezett nedves vagy kollódiumos eljárás, amelynek a segítségével mind negatív, mind pozitív képet elő lehetett állítani. Ezek a képek már kiváló minőségűek voltak a korábbi technikákhoz képest, lényegesen olcsóbb volt az előállításuk, gyorsabbak és magasabb érzékenységűek voltak. Különböző munkafázisok vannak, az eljárás érdekessége az, mint a nevében is benne van, nedves eljárás, ami azt jelenti, hogy a lemez egészen az előhívásig nem száradhat meg, mert különben tönkre megy. A felvétel, amit készítünk, egy nagy fakamerával fog megtörténni, és az első munkafázis, hogy felöntöm az üveglemez felületére a fényérzékeny anyag A komponensét. Itt egy alkohol és éterben feloldott lőgyapotról van szó. Ez tulajdonképpen a nitrolakkok őse. És ebbe a ragasztóanyagba helyeztük bele, raktuk bele azokat a halogén sókat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a fényérzékeny ezüst halogenidet elő tudjuk állítani. Most a ragasztóanyaggal felragasztott halogén sók egy ezüst fürdőbe kerülnek, ebben a barna tálcában ezüst nitrátnak 10%-os oldata van, és amikor én ezt majd belemerítem ebbe a tálba, akkor szép lassan egy fehér csapadék fog keletkezni. Ez a fehér csapadék már az én fényérzékeny ezüst halogenidem. Akkor megkérem, hogy fáradjunk be ide a sötétbe. Becsukom az ajtót, leoltom a fehér fényt, és sötétkamra a világítás mellett, a mi esetünkben zöld fény segítségével látjuk majd az anyag keletkezését. Már a középkorban az alkimisták is tapasztalták, amikor aranyat akartak előállítani olcsóbb fémekből, hogy például az ezüst és azoknak különböző sói a fény hatására megváltoztatják a külsejüket. Természetesen ez a tapasztalat az ő számukra teljesen fölösleges volt, korát megelőzve. Egészen az 1700-as évek elejéig, amikor egy Schlee és egy Schulz nevezetű német és svéd kémikus szinte egy időben egymástól teljesen függetlenül ezüstkloriddal kísérletezve bebizonyítja azt, hogy márpedig az ezüstklorid fény hatására, amikor megfeketedik, akkor az a fény következtében történik, és a változás eredménye ezüst. Tehát az ezüst kloridból fény hatására ezüst lesz. Ebben az ezüst fürdőben, mint láthatjuk, szép lassan kialakult az üveglemez felületén egy fehér hártya. Ez egy rendkívül érzékeny hártya, ezért aztán borzasztóan vigyázni kell, mechanikailag egészen a lemez megszáradásáig nem is szabad hozzáérni. És mivel az ezüstnitrát feketére megfogja a kezet, és enyhén toxikus, ezért azért én szoktam használni gumikesztyűt. A lemez kivételéhez ezt a korabeli műanyag villát fogom használni. Szépen finoman a lemez alányulok, majd egyik sarkánál megfogva lecsöpögtetem a fölösleges ezüstnitrát fürdőt. Erre azért is szükség van, mert ennek igen elős maró hatása van. Az a lemez, amit majd belehelyezzünk ide a kazettába, az fából és különböző részveretekből rakta össze a mester, és bizony ezeket az ezüstnitrát szétmarja, tehát vigyázzunk a kazettára, és megpróbáljuk meghosszabbítani az életét. Miután úgy nagyjából lecsöpögött,
tovább tisztítjuk, megtörlöm. Majd amikor úgy érzem, hogy nagyjából a fölösleges ezüstnitrát eltűnt a lemezről, kerül bele a már fényérzékeny lemez a kazettába. Ebbe a kazettába fogom elvinni a fényképezőgéphez, ebben a kazettában egészen addig fényvédett állapotban, biztonságban van, amíg ez a bizonyos kis védő lemezke megvédi a fénytől. És akkor most fáradjunk át az ideiglenes műtermünkbe. Természetesen abban az időben, amikor ezeket a képeket készítették, ezekben a műtermekben nem lámpával világítottak, hanem zseniálisan kialakított természetes fényviszonyokat tervezett a tervező. Ezeket a műtermeket így utólag összefoglalva napfényműtermeknek hívjuk. Nagy fehér felületekről érkezett az égboltról és a környezetről a fény, a szórt lágy fény, aminek köszönhetően alakultak ki azok a gyönyörű szép lírai portré világítási arányok, amelyek olyannyira jellemzőek a korabeli műtermi portrékra. A fényképezőgép egy korabeli 24x30-as fa kamera, amelyiken van egy viszonylag modern optika, de minden többi része az állvánnyal együtt egy 1900-as évek elején gyártott faipari munka. A kép elkészítése úgy történik, hogy a hátsó mattüvegen beállítom az élességet, a kompozíciót, és ez az idő elég ahhoz, hogy a modellel felvegyem a kapcsolatot. Egy ilyen jellegű fénykép elkészítése az két ember, minimum két emberen múlik, ez nem csak a fényképész sikere, ha sikerül a kép, hanem ez a modell sikere is. Egy picit megigazítom a kisasszony haját, mert belelóg az egyik szemébe, ezzel a finom gumikesztyűvel hozzáérek. Ő rendkívül türelmes, már körülbelül fél órája itt nyugodtan és békességben tűri és várja, hogy megérkezzünk és elkészüljön a kép. Ellenőrzöm gyorsan az élességet, így. Úgy néz ki, hogy jó, és most jön a kazetta behelyezése. A fényérzékeny anyagot a mattüveg helyére fogom behelyezni, mégpedig egy erre kialakított kis zsanér segítségével tudom a megfelelő helyre becsúsztatni. És mivel a korabeli expozíciók másodpercekig tartottak, ezért a mi esetünkben nem is használunk zárat, hanem a zárat majd egy kupak fogja pótolni, aminek a segítségével adagolom a fény expozíció idejét. Kihúzom a védőlemezkét, és ettől a pillanattól kezdve gyakorlatilag már csak a kupak az, amely a fény útjában áll. A gép felvételre kész, a modell csodálatos nyugalommal segít a felvétel sikerének érdekében. Ilyenkor szoktam kérni, hogy tessék nyugodtan, elenyetten ülni, és mielőtt leveszem a kupakot, egy pár másodpercre kevés levegőt beszívni, és azt bent tartani, hogy föl és le ne emelkedjen az arc, mivel a tüdő tágul és szűkül. Visszaszámolok 3, 2, 1, egy kis levegőt betetszik szívni, és elkezdjük az expozíciót. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A modell ilyenkor már nyugodtan ellazulhat, ő megtett mindent, a mi esetünkben, ha a kép nem sikerül, az csak a fényképész hibája lehet, a modell tökéletesen megvárta, kivárta az expozíciót. A látens megbúvó kép az már itt van a lemezen, és elsietünk a laborba, hogy
hogy ezt láthatóvá tegyük és elő tudjuk hívni. Általában 5-10 perc alatt időjárástól és a hőmérséklettől függően a lemezek elkezdenek száradni, tehát az előhívásnak azonnal meg kell történnie. A gyakorlatban ez egyébként úgy nézett ki abban az időben, hogy mire a kedves megrendelő kiment a fotóműteremből, addigra az összes lemez elő volt hívva, és a fényképész nyugodt lehetett, hogy az elkészült képek, azok jó minőségűek, nem kell ismételni, és másolhatók. Most újra kinyitom a kazettát. Az előhívás nem tálcában történik, hanem határozott mozdulattal a teljes felületre felöntök egy megfelelő mennyiségű előhívót. És várunk türelmesen. Amint látható, megjelenik szép lassan a modell. Az előhívás mindössze 20-30 másodperc, ezután egy vizes öblítés következik. Reméljük, hogy nem jön le, mert valami kicsit gyorsan lett megszárítva ez az egész. Majd miután megtörtént, rögzítő oldatba kerül a kép. Egy másodperc, mindjárt hozom is a fixírt. Sőt, csináljuk azt, hogy én ezt a kezembe fogom tartani ezt a tálcát, hogy mindenki lássa, ugyanis ez lesz most a legérdekesebb és legszebb része a kidolgozásnak. Belehelyezem finoman, megmozgatom, és fel fogom kapcsolni a lámpát. A rögzítés a fotókémiának az egyik legfontosabb része, bármennyire is furcsa, de ha nem volna fényképrögzítés, ha nem tudnánk a fényérzékeny réteget, a fel nem használt, elő nem hívott fényérzékeny ezüst halogenidet kémiailag eltávolítani a rétegekből, akkor a kép megőrizve a fényérzékenységet egy idő után tönkre menne. Egy Thomas Wedgwood nevezetű fiatalember az 1800-as évek elején már hasonlóképpen kísérletezett fényképek elkészítésével, és sajnálatos módon nem tudta őket rögzíteni. Úgyhogy viszonylag korai halálát annak is tulajdonítják, hogy szinte belebetegedett abba a ténybe, hogy kontaktfény nyomatokat tudott készíteni ezüstkloriddal érzékenyített papír felületére, és ezeket lemásolva napfényen megkapta a negatívjaikat, faleveleket, csipkéket és különböző átlátszó dolgokat másolt napfényen. És sajnos ezek a másolatok hetek, hónapok múlva besötétettek és tökéletesen élvezhetetlenné roncsolódtak. Akkor ő még nem tudhatta azt, hogy egy kémiai kép állandósága az azon múlik, hogy a fel nem használt, elő nem hívott, meg nem világított ezüst halogenideket, azt a bizonyos fehér csapadékot, amit mi kialakítottunk, azt a rétegből el kell távolítani, és mivel nem volt kémikus, ezért nem is tudta ezt kémiailag megoldani. És hogy milyen a kicsi a világ, ugyanakkor Angliában egy Herschel nevezetű kémikus korának egyik legnagyobb tudósa már megoldotta az ezüst halogenidek kioldását a rétegből, csak hát akkor még nem volt internet, meg telefon, meg egy csomó minden nem volt, és nem is tudtak igazából egymásról. Így aztán emiatt a kudarcot vallott kísérletek miatt tulajdonképpen legalább 20 évet késik a fénykép feltalálása.
A kirögzített, elkészült képet ezek után alaposan mossuk, majd kitesszük száradni, és száradás után kap egy védőlak réteget, amely részben a mechanikai sérülésektől, hatásoktól, részben pedig a levegőben lévő kellemetlen, különösen nagyvárosokban ma jellemző kéngázoktól védi meg az ezüst szemcséket. A szemcse az tulajdonképpen megfelel a mai modern kép pixel funkciójának, csak itt esetlegesen, ahogy kialakul, és nem geometriai fegyelemmel készül a fényérzékeny pontok, hanem ahogy a kémia létrehozza. Búcsúzóul szeretnék megmutatni egy gyönyörű szép daguerotípiát, tisztelettel az elődöknek. Ez a nagyon szép Amerikából Magyarországra került daguerotípia szinte olyan, mint egy kis műremek, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.